A mai 50-eseknek biztosan, de talán több generációnak is, Széchenyi Zsigmond egy szemében volt a korabeli televízió. Mert az ő könyvei révén juthattunk el Afrikába, az indiai maharadzsák udvarába vagy Alaszkába. Általa olyan világokat ismerhettünk meg, amelyeket azóta sem tudunk elfelejteni, amelyek személyes megismerése ma is sokunknak titkolt vágya maradt. Az ő leírásaiból ismerhettük meg a szavanna faunáját, illatát, a vadonra borult éjszaka hangjait. Ő nyitotta ránk a nagyvilágot, ő vitt el minket távoli tájakra akkor, amikor még Pozsonyba is útlevél kellett, amikor Bécsig eljutni elérhetetlen álomnak tűnt, amikor az álmainkat is falak határolták. Ő volt az az író, aki megosztotta velünk rendhagyó élményeit, a természet szeretetét, tiszteletét, és ezért sokan örökké hálásak leszünk neki. De ki is volt Széchenyi Zsigmond? Volt a Széchenyi Ferenc, aki a Nemzeti Múzeumot, meg a könyvtár, stb. Alapít, akkor volt egy darab élő Széchenyi. Annak volt három fia, a Lajos, Pál és az István. És a Lajos ágból származik a férjem, és aztán nagyon sok a Pál ág, és hát az Istvánnak meg abból meg hát tudjuk, hogy kevesen maradt. Szóval a Széchenyi Ferencnek a három fiától származik minden létező Széchenyi. Sárpentel, annak nincs nyoma se, itt Fehérvár mellett. Nyoma nincs. Sárpentelén ott van egy úgynevezett kislak, ahol a nagymamának, nagyanyjuknak volt egy olyan kis háza, és megvan a templom és a sírkert. A nagyszülők meg a szülők ott vannak eltemetve. Három lány testvére volt, egy maradt itthon. Nagyon, nagyon jó volt a viszony. Az egyik testvére, annak ugyanaz volt a ló, mint neki a puska. És a harmadik, a legfiatalabbik, az Csehországba ment férhöz. Hát annak mondjuk nagyjából olyan sorsa lett, hogy menekülés ide-oda, de ő se él már. Ő, mint fiú, hát persze, hogy ő volt a legidősebb a testvérek közül.
múltkor kérdeztél valaki, hogy miért Magyarországon járt iskolába, miért nem Ausztriában, hát először is. Az anyja osztrákot otthon inkább, neki magyarul kellett jutni, itt járt a Ferenc József gimnáziumba. Pesten itt érettségizett, akkor bevonult katonák, akkor Münchenbe járt egyetemen, és Angliába járt egyetemen. Az egész gyerekkorát Mileszalban, meg Németben töltötte, azok voltak a csodahelyek. A család is annyira összeházasodott internacionálisan. De neki minden el volt a vadászat gyerekkor óta, de épp úgy az ornitológia, mert manapság valahogyan ez, hogy vadászat meg ornitológia úgy nagyon ketté veszik, és a vadászatnak valahogyan olyan furcsa szájíze lett, pedig az az igazi értelmébe véve egy gyönyörű dolog, és anakronizmusnak hangzik, de hát végeredményben természetvédelem is, meg az összefüggene, ha úgy csinálnák, ahogyan. Az el van gondolva tulajdonképpen. Már voltak a példaképek a családban, az osztrák része, meg a Széchenyi Géza, a nagybátyja, az édesapjának a bátyja, ezek már jártak Afrikába és Indiába, és ezek voltak a nagy példaképek. Ezek az összes Lédebúr, meg Hojosz, meg Széchenyi Géza, nagybácsik, hiszen 1800-as évek, 1889-ben körül, ezek már vadásztak, és már naplókat írtak arról az időről, és ez a félszemű Széchenyi Géza a nagybátyja volt egyik példakép, a Hojosz nagybácsi volt a másik példakép. Tehát, hogyha ezek meg tudták valósítani, akkor őnek is. Mikor először ment, azt hiszem 27-ben, igen, akkor megvan a napló, meg az eredeti tábori, minden nap naplót vezetett, minden áldott nap. És akkor még annyira nem ismert, tehát ebben nem sértem meg a emlékét, mert meg tudom mutatni, így volt, hogy Afrikában volt olyan növény, virág, aminek nem tudta pontosan a nevét, és akkor lerajzolta, hogy így néz ki, majd utána nézek otthon. Ő már akkor azokkal az ügynökségekkel levelezte le az egész expedíciót, akikkel már a nagybátyja is mentek anno. És akkor ez az első expedíció után jött a Tui, amit én úgy hívok, a Tui expedíció, a következő, akkor már látni a naplón, hogy szisztematikusan könyvnek van írva. Akkor már elhatározta, hogy most már ebből könyvnek kell lenni, aztán a könyvnek esetleg jövedelme lesz, akkor megint egy expedíciót lehet vezetni, akkor lehet valakit kísérni. Szóval ezt ő szisztematikusan így fejlesztette ki ezt a dolgot, mert mondjuk ő nem tartozott az igazán nagyon gazdag
mágnások közé. Mindenki ezt meg kellett gondolni, hogy hogyan csinálja az expedíciókat, társakat kellett hozzászerezni. Szóval ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy na most elhatároztam, hogy hónap után elmegyek, ezt meg kellett szervezni. Nem vadászhat az ember úgynevezett fehér vadász nélkül, akinek akkor persze, hogy egy angol gyarmat volt az egész, csak fehér ember lehet. Szerintem azon is spekulált, hogyha anyagi körülményei miatt nem tud itthon érvényesülni, elmegy fehér vadásznak, ami azt jelenti, hogy vadász szervező, egy vadászatot kísérő fehér ember. Akkor miután az angol gyarmatú természetes, angol és német gyarmat, hogy ezek fehér emberek voltak, manapság már van természetesen benszülött is, aki vadászat kísérő. Hát szóval az egy szakma volt a fehér vadász, aki egy sportember volt. De az életét riszkírozta avval, hogy vadászatokat szervez és embereket kísérget. A szafárinak egyik lényege, hogy milyen a fehér vadász, és milyen az ügynökség, hogy tudják megszervezni ezt az egész dolgot. És attól függ a siker is, hogy tudják összeszedni az embereket, és hogy tudják a területeket kibérelni. Először is egy nagyon olvasó ember volt, és annyi Afrika könyvet olvasott, és annyira érdekelte ezeknek, meg amit hallott a nagybácsiktól, hogy megy egy ilyen Afrika vadászat. Az első expedíció az egyedül, mert akkor ment, utána ment a Károlyi Istvánnal, akkor volt a Hengergő Homok expedíció, amit az Almásival, meg a Almási Lászlóval, meg a Horthy Jenővel ment, akkor Alaszkába ment egy német és egy balti barátjával. Az Alaszkába az, mint vidék, mint nép, mint emberek, mint állatfaj, valahogyan az Alaszkában ugyanúgy egy iparág, és épp úgy nem lehet elmenni, hogy én elhatározom, hogy elmegyek ott is, épp meg kell lenni a kísérőnek, meg kell lenni ugyanúgy az engedélyeknek, ugyanúgy a vadászterületeknek, az mai nap, csak már manapság azt mondják, hogy helikopterrel járnak. Akkor meg ilyenről szó se lehetett, hát ugye lóháton, ott ugye nem gyalogszafárik, hanem főleg lóháton. Persze a fő motívum az van, hogy ott van a nagy jávor, azért, meg a karibú, meg a nagy medve. Hát szóval az azért persze, hogy az motiválta, hogy de ez megint, hogy egy maximálisan jó trófeagyűjteménye legyen. Mert azt meg csak Alaszkába lehet kapni. És azt mindig hallottam, majd ha majd megöregszünk, akkor jön azt, hogy a jeges medve. És akkor ezt százszor elmesélte, hogy akkor ebben már öreg, és akkor az valahogyan úgy megy, hogy az ember ül egy hajón, és akkor mondják, hogy Björn, ott a medve, akkor az ember föltápászkodik, és ha még nem remeg a keze, akkor nagyon lövi a medvét. Szóval állandóan fantáziált, és állandóan tervezgetett. A legvadabb időkben ilyeneken tervezgetett, hogy a Björn. Ott az első feleségével volt a Maharadzsák világába, ami nem annyira volt a szívügye, hát járkáltak itt Maharadzsák azért Magyarországon, és hát azért és akkor elmentek Indiába. Az nem volt, nem azért, mert ő egy olyan puritán ember volt, aki
mert hiszen azért az afrikai sátorról is megadta a módját az életnek, de az, hogy este frakba öltözni, és eleganciába, és protokoláris ebédeket, vadászat után, ez nem egészen volt az ő világa, de nagyon szépen leírta az egészet is, és sok tudás van ezekben a könyvekben. Megjelent egy a Jaipuri Maharaja fővadászmesternek a könyve, amiben ő leírja, hogy hány, fölsorol sok híres vadászt, akit a foglalkozása révén megismert. Többek közt volt egy tehetséges osztrák vadász, akit Cicininek hívtak, és akkor leírja, hogy hogy lőtt le duplára ezt vagy azt vagy amat. Ezt mi Ausztriában voltunk rokonoknál, és ott valaki adta, hogy itt van ennek a Kézri Szingnek a könyve, olvasd el, rólad is szóval be. Hát olvasta, fölordított, hogy először is magyar vagyok, és Széchenyinek hívnak, és nem osztrák és Cicini. Akkor rögtön leült, még emlékezz, még élt akkor ez a Kézri Szing, aki a Jaipuri Maharajának a fővadászmese, és írt neki, hogy hát nagyon örülök, hogy ilyen hizelgőleg emlékszik meg a vadászati tudásomról, de magyarnak születtem, és újabbra nevemet is magyarul írom. Szóval irtozatos humorral tudott írni. Óriási levelezést kell ehhez folytatni. Az imponáló volt, amit össze tudott levelezni, és minden, amilyen rendetlen tudott lenni, hogy maga körül, olyan irtózatos, precíz volt ezekben az írásbeli dolgokban. Megjelent a Csúi a 30-as éve, amikor megjelent 59-ben, a leadott könyvet megjavítgatta, amint kijött a nyomdából, megint belejavított. De csak úgy, hogy egy-egy kérdőjelet, vagy fölkiáltó jelet. Úgy ismerni a természetet, növényeket, minden virágnak, növénynek négy nyelven a nevét, ezt mindennek tudta. A legkisebb vadvirágtól kezdve mindennek. Szóval ez egy adottság. Annyira precíz ember volt, hogy kis füzetekben minden nap minden föl volt jegyezve, és itthon át volt vezetve naplókba. Van a fölébredési napló, az azt jelenti, hogy melyik nap hol ébredt föl, mert hátra hajón utazott, és máshol feküdt le, mint fölébredt, és van a vadásznapló. És a vadásznaplóból színes lapokkal vannak az expedíciós oldalak jelölve. Pontosan meg lehet nézni, hogy az első expedíció melyik a hónap hányadikán indult, és mikor érkezett vissza. Hát ő rengeteget mesélt, és hogyha olyan hangulatban volt, akkor borzasztó mulatságosan tudott mesélni, és rém érdekesen. A Csúi megjelenése után akkor kezdtek róla rá felfigyelni, mert hiszen Afrikába elutazott más is tulajdonképpen. De mikor megjelent az első könyv, a Csúi, hát itt vannak nekem ilyen recenziós könyveim, ilyen mennyiségben, akkor kezdtek rá felfigyelni, hogy ez nem csak, hogy egy táglátókörű, de egy jó író is. Egy gyűjtő ember az egy szenvedély, ugye a könyvgyűjtés, a trófeagyűjtés, és hát olyan gyűjtemény nincs, ami tökéletes. De ő előtte voltak példaképek, például a Tringi Múzeum, Ausztriában a Hojoszoknak a múzeuma, a Vadász Múzeuma. Ő egy megközelítőleg szép trófeagyűjteményt szeretett volna. Ami odáig eljutott, hogy körülbelül 1300 darab össze is jött, aztán egy gyűjtőbomba elégette.
ez megint egy külön tragédiája az életnek. Most Széchenyi Viktor apósom is egy olyan nagyon család írogató és főleg családot szerető ember volt, és a család történetével foglalkozott, azért ez az írói véna benn volt valahol a családban már régebben is. A nagyapja, a Széchenyi Dénes, az lovakról, hát nemrég adták ki reprintbe az ő könyveit, a kocsizás és a hajtás, még most is Széchenyi Szárnak hívják, a Széchenyi Dénesről van elnevezve, azok megjelentek már magyarul és németül a Széchenyi Dénes könyvek, a hajtás és kocsizás és lovaglásról, és mai napig is érvényesek. És szóval ez benn volt, ez hozta a génekkel. Az egyik a ló, a másik a puska. Már születésénél fogva, meg nevelésénél fogva, meg a rokoni kapcsolatoknál fogva, szóval ő tágabban látta a világot, mint mondjuk akár én, akár másik, aki itthon nőtt föl. Ő nagyobb perspektívákba gondolkodott. Nekem az főleg az irodalom, ami tetszik be, meg kell, hogy mondjam. Mert ugyanazt az eseményt le lehet írni egy nem írónak, és mindjárt más lesz belőle. Nekem mind író. Azt tette rám, és mondjuk miután aztán végig éltem jó pár évet, hogy mit számít, hogy egy hogy, meg egy az, meg egy vesző, meg egy mondatot kicserélni, hogy az ne legyen germanizmus, hogy az magyar írás legyen. Én nekem ez imponált, nem az, hogy hány oroszlánt lőtt, de őszintén szóval nem. Ezek nem tudtak engem olyan rettenetesen impressionálni. Persze, hogy az is borzasztó érdekes. De ami történelmet, ami tudás egy ilyen könyvben van, túljó talán kevésbé, de az Alaszkában, az Indiában, az a rettentő sok tudás, ami van. Amit talán más ember nem vesz észre, sokszor kérdezni, centenárium volt pár évvel ezelőtt, akkor kiállítás itt meg ott, hogy szép idézetek, persze mindig magyar idézetek. Hát hol találja meg a legszebb magyar idézeteket? Az ember azt mondja, hogy ahogy elkezdődött ünnepnapok, ami a magyarországi élmények és a magyarországi történet, dehogy. Alaszkába írja, hogy most vonulnak a szalonkák, Indiába írja, hogy most bőg a szarvas, nincs szebb az erdőben orgonáló szarvasbikánál. Engem ezek fognak leginkább meg, hogy akárhol járt, végeremben mindig az volt, hogy most otthon mi van. Hát ahogyan azt írja is, hogy nehéz lefegyverezve, egy koromos városi lakásból erdő szarvasbögészül írni.
minden, ami nem 100%-osan precíz kifejezés, szóhasználat, mindenben százféle lexikonban, mindenhol utána nézett, nehogy valami hiba kerüljön az írásába. Ez minden könyvnél így volt. De a magyar könyveknél, hát van a szinonim szavak szótára, a nem rokon értelmű szavak szótára. Ez nem tudom, hogy más írók hogy csinálják, de őnála ez így volt, hogy minden 77-szer oldalról le lett kontrollálva. Ezt nem szeretem mondani, hogy szenvedett, mert akkor azt mondják, hogy én azt mondom, hogy nehezen írt. Nekifogott, akkor elkeseredett, hogy nem megy. Akkor, na most készen vagyok egy fejezettel, de na hála Isten, de deum. És akkor másnap reggel összetépte. Mert két szó nem csak újra kezdte. Akkor nem voltak ezek a technikai csodák. Ez mind kézzel, géppel. És akkor ez úgy ment, hogy mikor ma azt hittük, hogy készen van egy fejezet, három példányba akarok mindent csinálni, két példányt leadni, a kiadónak egy példány marad nálunk, belejavított a leadandó példányba, gutőjtött meg. De így lett igazán írás belőle, ezzel az agyon javítással és agyon csiszolgatás, amit ő mindig mondott, hogy az írás olyan, mint egy gyémánt. Minél többet csiszolgatja az ember, annál jobb. És ebben van egy igazság. De nem szeretem azt mondani, hogy nehezen írt, mert volt úgy, hogy pillanatok alatt is olyan ötletet, és akkor volt, hogy azt mondta, nem megy, többet nem fogok írni. Hát szóval nézze, egy nem átlag ember, mert mindent lehet szegényre mondani, csak azt nem, hogy átlag ember volt, az sose olyan, mint a másik, mint egy másik ember, ő neki extra elképzelései voltak dolgokról, az egész életfölfogása, és az irodalomról, az írásról, és lényeg az, hogy minden szó igaz legyen. Amint egy ilyen dolog előjött, hogy nem precíz, azonnal nekiült, és akkor mindegy volt, hogy éjszaka van, vagy nappal van, ennek azonnal meg kellett válaszolni. Nem az a fajta magyar volt, aki ez a melveregetős magyar, de erre nagyon büszke volt, hogy ő dacára, hogy négy osztrák nagymamával rendelkezik, ő mégis csak magyar és Széchenyinek hívják. Hazajött, és akkor itthon kezdett gazdálkodni, nem nagy sikerrel, azt ő maga le is írja, mert ő azt hitte, hogy ezek a nagyszerű külföldi tapasztalatokat itt érvényesíteni tudja, az nem volt sikeres. Az ostromot Pesten élte át, és az ostrom előtt még egy-két évvel, mikor már ugye a háború kezdődött, de még nem volt Budapest ostroma, a Schwab-hegyen volt az Istenhegyi úton a villája és a trófea gyűjteménye. És hát ez volt a féltett kincs, és hát minden ez volt, a trófeákat valahogyan megmenteni. Na most ő jó ismerte az akkori spanyol követet, és a bérbe adta az Istenhegyi úti házat, amit hát villának nevez az ember, de az egy nagy ház volt, itt mutatok, tudok magának fényképeket, bérbe adta a spanyol követségnek, részben azért, hogy úgy gondolta, hogy biztonságosabb, meg mégis hát diplomáciai felügyel. Szóval így gondolta jónak, nem beszélve, hogy ugye akkor még az Istenhegyi út elég messze volt ám a várostól, és nem volt közlekedés. Elvették az autókat, autóbusz közlekedés nem volt. Ott a környéken egy ablaküveg nem tört be, és ez a ház kapott egy gyújtóbombát. És semmi nem maradt. Nulla lett az egészből.
Hát azt, amikor 50 körül jött az, hogy hát a gróf csak rossz lehet, meg hülye lehet, meg nincs rá szükségünk, és jött a kitelepítés. És akkor őt kitelepítették Polgárba, Hajdú-Bihar megyébe. Itt a naplóban minden pontosan föl van jegyezve, hogy melyik nap, hány órakor vagonbazárba vitték oda. És akkor ott volt egy jó pár hónapig, itt volt egy-két jó ember, aki próbálta segíteni, mentesítés, az nem ment. Az óriási protekció az volt, hogy 7 vagy 8 hónap múlva a kitelepítési helyét áthelyezték Balatongyörökre, de ott is mind kitelepített volt. Kitelepítésről, nem akarok nevet mondani, kiírta, aki leírta, hát könnyű volt, hogy olyan kitelepítettnek, aki úgy volt kitelepítve, mint az a Széchenyi Zsigmond, aki hozta az afrikai felszerelését, azt ott bérli tudnélik az ember helyszínen. Nem cipeli magával a sátrat, meg fölütötte afrikai sátrat, kifekítette a fehér jegesmedve bőrét, és azon napozott egész nap. Egy szó nem igaz, se fölszerelés, se jegesmedve. Akkor egy darabig nem kapott munkát, mert ugye kitelepítés helyhöz volt kötve. Aztán akkor volt olyan, hogy mind közveszélyes csavargó és munkakerülőbe csukták. Hát szóval ezek mind hozzátartoztak az akkori élethöz, és hát bizony ez nehéz volt. És akkoriban hát én is ott voltam, és hát akkoriban is verkedtük meg, akkor ő itt dolgozott, ott dolgozott, mondom, én STK-ban. Ő aztán később, mikor a kitelepítéseket föloldották, mert ez addig nem nagyon lett, bejárt a Helikon könyvtárba, és ott volt állományon kívül is segéderő. Aztán egy darabig én is ott voltam, mint fűtő és takarító. Nagyon furcsa volt az emberek hozzáállása. Ahogyan ez lenni szokott, hogyha, ahogyan valaki múltkor mondta, a Paternoster lefele megy, akkor sokan kiszállnak. De azért mindig akadtak jó barátok, akik segítettek. Ugye a sorstársak persze, hogy összetartottak, és mindenki próbált a másikon segíteni. A hivatalos közegek közül, hát volt, aki megijedt, volt, aki nem ijedt meg. A végén a kitelepítés előtt a mezőgazdasági múzeumban volt, és a könyvtárat az ottani igazgató, S. Szabó Ferenc, az mentette meg. És 53-ban föloldották az internáló táborokat és a kitelepítést. És attól fogva már szabadon lehetett mozogni. Akkor szabadult ki az öcsém is Recskről. Hát szóval ez 53 volt, és akkor már nem volt az, hogy helyhez kötöttség és engedély, hogy elhagyja a községet. Akkor már betűrött járni Keszthelyre. Először a Balaton Múzeumban dolgozott, és utána a Helikon könyvtárban, mint állományon kívüli segéderő, ez volt a papíron a foglalkozása, az államosított könyv egy részét oda szállították be, azokat kellett feldolgozni, katalogizálni, részben avval foglalkozott, részben azért a saját bibliográfiájával is nagyon sokat dolgozott. Mert az egy óriási munka, és egy óriási nemzetközi levelezést igénye. Őt azért hagyták a saját munkáját is csinálni ott, ezt meg kell hagyni az akkori igazgatónak. Mondom, ez a Széchenyi könyvtár Helikon könyvtára volt, ahova állítólag ez csak egy kifogás volt, Mende mondta, de ezt a keresztúri mesélte akkor, hogy ő volt akkor főigazgató, hogy a Széchenyi Ferenc alapító levelébe van egy olyan passzus, amit úgy is lehet fogalmazni, hogy a család rászorultabb tagját alkalmazni kell. Fantasztikus, nagyon el tudott keseredni, de ő benne volt egy olyan hit, hogy majd lehullik a vasfüggöny. Én néha egy kicsit úgy megvoltam ilyetben, mondom, te úristen, azt se tudjuk, hogy hónap mi lesz, és akkor majd, ha lebontják a berlini falat, majd, ha leomlik a vasfüggöny, mert hát ez nem létezik, hogy egy várost ketté lehet szelni, nem igaz, hogy Európát ketté lehet szelni. Nem azt mondom, hogy ezt olyan úgy viccből mondogatta,
ő ebben vigasztalta magát, hogy a történelem szerint ennek így kell lenni. Tulajdonképpen, ha jókedve volt, akkor remekül összeszedte magát, és nagyon jókedvű tudott lenni. Aztán, hogy mikor valami nem sikerült, és összeomlott, akkor úgy 10 évet tudott egyik percről a másikra öregedni. Szóval egy egész furcsa ember volt ilyen szempontból, ha optimista hangulatban volt, akkor minden szép volt, ha pessimista hangulat volt, akkor még világvége hangulatunk volt. Aztán az emberek úgy nem tudták ám, hogy most ez egy ilyen gróf, ez most normális. Hát be volt etetve a népség, hogy ez mind hülye, meg degenerált. Nem egészen tudták. Hát a legkülönbözőbben Széchenyi úr olyan is volt, de grófkartárs olyan is volt, meg elvtársat soha nem maradt senki, soha. Megvolt az emberekben sokban jó szándék, sokban nem, mert hiszen onnan még elvitték kétszer különböző üdülőhelyekre, Sopron, Kőhidára, meg nem tudom hova, de megvolt az emberekben a jó szándék. Papíron én fűtő és takarító voltam. Volt egy aranyos kolléga, nem a reggel kitagások, akkor volt, az már az 56 után volt, hogy kezdődött némi idegenforgalom. Akkor én 10 órakor kaptam egy köpent, jött egy-két kelet-német csoport, és akkor én lettem a múzeológus. Akkor én voltam a tolmács, de papíron fűtő és takarító voltam. És én reggel fölmentem, ezért befűtöttem a kazánt, mert akkor még olyan világ volt, és akkor 10 óra körül meg átalakultam az itt múzeológussal. Persze, hogy szerelem, hát óriási korkülönbség volt, de hát én először is nagyon szerettem, és tudtam, hogy most már szüksége volt rám, abszolút. És én halálboldog voltam, hogy tudtam neki segíteni. És ugye hát aztán az, hogy itt maradtunk részben, ez is oka volt. De hát akkor még mindig szó se volt arról, hogy valahol egy lakás legyen. Hát egy kis albérletben laktunk erre-arra. Először is valami kis fizetése volt. Meg hát ami itt az Uri utcában, ami kitelepítéskor megmaradt, szanaszi előttek bíve, ahol még maradt egy-két, ez az eladogatni való. Meg hát azért jöttek külföldi segélyek is, az nem vitás, mert a családnak nagy része kín volt, de hát az is olyan komplikáltan ment, mert akárki megkérdezte, hogy mire van szüksége, könyvre. Hát ezt meg nem igen akceptálták, hogy azért maradt itthon éhezni, hogy könyvet gyűjtsön, szóval ezt úgy nehezen vették, de azért akik szerették, meg ismerték, szóval és elég sok segélyt kaptunk. Az Írószövetségből kitiltották még az 50-es évek elején, akkor hát az is volt egy izgalom, hogy ha nem írószövetségi tag, ki lehet-e adni a könyveket. De ez aztán nem került sose szóba, hogy miért nem lép be, hogyan lép be, soha nem lépett be. Mikor a centenáriumi kiállítás volt, akkor a kitiltó levél szövegét is felolvasták, és akkor a Pomogács írt nekem egy szép levelet, hogy postmortem visszaveszi az Írószövetségbe, de aztán ez így elhangzott egy levélbe, de soha tovább nem történt semmi. Jaj, ez az apró és nagy vadja részben, ez 4 kötet, ez Afrika, Amerika, Ázsia, Európa, és ez egy híres könyv. Thank you.
ezek a könyvek mondjuk a ritkaságok egy része, de hát nem ebből áll a könyvtár. Egyáltalán hát, hogy ez hogy keletkezett. Ugye a férjem az köztudomású gyűjtőember volt, de nem csak vadászott, dirdur, pifuf, hanem a kultúrával is foglalkozott, és a másik nagy szenvedély volt a könyvgyűjtés. És ez a dolog ment egészen a kitelepítésig 51-ig. Amikor is ugye 24 óra alatt, mint köztudomású el kellett hagyni a lakást, akkor alkalmazásban volt éppen átmenetileg a mezőgazdasági múzeumban, a Vajdahunyadvárban. És akkor azonnal felhívta az ottani igazgatót, hogy baj van, 24 óra alatt ki kell üríteni a lakást. Egy emberként mentek a múzeum dolgozói és csomagolták a könyveket, és kivitték a Vajdahunyadvárba, hogy talán meg lehet menteni. Mert ezt a kitelepítés ugye az lezajlott, a könyvek évekig voltak a Vajdahunyad, a román épületben, a Vajdahunyadvárban. Ez aztán sok minden történt, akkor ő átkerült gyerekre, akkor megszűnt a kitelepítés, akkor jött a, ugye az 56-os forradalom, és akkor, hát akkor valaki azt mondta, hogy jó volna a könyveket elvinni a Vajdahunyadvárából, mert hát ott valószínűleg az a helyiség más célra fog kelleni. Akkor óriási munkával Keszthelyre keveredett. Mindez 5000 kötet körül, gondolj el, azt pakolni ki be, és akkor még az nem volt Festetics kastély, hanem az Országos Széchenyi Könyvtár Helikon könyvtára. És a kastélyból akkor mentek ki a kápolnából a Hentes raktár. Most nem tudom, magyarok vagy oroszok, csak azt tudom, hogy olyan sikos volt és zsíros volt a pardon, hogy ott alig lehetett lépni. Azt megkaptuk raktárnak. Ezt az egész könyvtárat lecipeltük Keszthelyre, és ez mind ott volt egész addig, míg jött az, hogy Afrika expedíció és Széchenyi Zsigmond vegyen részt, mint egyetlen, aki hát szakértő, meg tapasztalt, stb. Akkor fölköltöztünk a Jókai utcába. Az egy ilyen régi módi ház volt, de nagyon magas. Nyakig polcok, elfértek a könyvek, volt a könyvtárnak egy tőkéje, a csereanyag. Hát szóval akkor ez volt a foglalkozás. Ebben több munka és energia van, mint az összes könyvében. Ugye 56-ban elpusztult a Természettudományi Múzeum anyagának egy része a Nemzeti Múzeum épületébe. És akkor mi még Keszthelyen éltük, és hallottuk, hogy még a Kittenberger Kálmán szervezés kezdte szervezni, hogy egy gyűjtő expedíciót kellene Afrikába, de hát hallottunk, akkor Kittenberger meghalt, hallottunk különböző neveket, hogy ez megy, az megy, amaz megy. És akkor óriási meglepetésre egyszer csak fölkérték a férjemet, hogy mit szólna egy Afrika úthoz. Hát utána hát hápogni se tudott, annyira meg volt lepve, és hát először mindenfélét kifogása volt, hogy először is nem elég fiatal ma Afrikához. Nincs meg semmi felszerelése. Kölcsönpuskával, kölcsön felszereléssel, nem szívesen. És akkor hát végén azért, mégis azért addig, hogy hát kvázi, ahogyan ő le is írta, kvázi úgy érezte, hogy a múltam kötelez, hogy ez az expedícióban részt vegyek. Ő egy beosztott puskása volt az expedíciónak. És akkor öten mentek. Hát az expedíció vezető azóta a Dénes, az FM-nek a vadászati osztályvezetője. Akkor a Szunyagi János volt a Természettudományi Múzeumtól, mint zoológus. Akkor volt a Böröcki Kornél, az a, azt hiszem, Lovasberény Állami Gazdaságnak volt a vadászmestere. És a Schuller Imre, mint fényképész, hát mondjuk mindenkinek meg volt a feladata. Egyik se beszélt angolul. Akkor a férjem ragaszkodott ahhoz, hogy csak azzal a feltétellel vállalja, hogyha az az ügynökség,
akivel ő, meg a rokonság évtizedeken keresztül szafárikat vezetett, és akkor elkezdett levelezni a Safari Landdel, meg volt Kéniára szervezve az út. És hajón mentek, mert ő azt mondta, hogy repülőgépre nem ül, fölállt, hajón mentek. A többieknek is elérte, hogy fehér smoking kell, mert hajóba este fehér smokingba kell lenni. És ő csak első osztályon volt hajlandó utazni, mind az öten első osztályon utaztak, és este ott a hajót meg a kapitányát abban akkor megtisztelni, hogy fölöltözöm rendesen, kivéve ha kikötőben vagyok. Kikötőben akkor lehet normális utcai ruhában lenni. Akkor ott egy kis komplikáció történt, mert az expedíció vezetőt nem engedték az angolok kiszállni, úgyhogy utolsó pillanatban át kellett szervezni az egészet Tanzániára. És ugye hát azt százszor leírta meg, azt hiszem, azt most már mindenki tudja, hogy ott blokkokra van minden osztva, és hát a jó blokkok előre le vannak foglalva, az oroszlán blokk, az elefánt blokk, hát aki utoljára jön, hát az ma az aját kapja. Na most a 60-as expedícióra, ról ő nem írt könyvet, nem is vezetett naplót, ez az élet egyetlen expedíciója volt, amikor nem vezetett naplót, és kevés volt tulajdonképpen az élményanyag. Ami neki nagy élmény volt, hogy egy frissen született zsiráfbébivel találkozott, az életében nem látott, éppen hogy megszületett és fölállt. Hát ilyen élményei voltak, hát el volt foglalva avval, hogy most ilyen trófea, meg a fehér varázs, ő volt az általános tolmács, és hát őnek volt egyedül helyismerete és tapasztalata az ilyenekben, hogy eszébe se jutott, nem is itt magával írógépet. Schuller Imre át tudott menni, aztán még Kéniába fényképezni, egy rezervátumba, és hát nagyon szép filmet csinált akkor erről az útról. Akkor voltak az izgalmak, hogy a trófeák megérkeznek, a rendesen trófeák megérkeztek, de tulajdonképpen hát az volt, hogy mégis hát kötelességet teljesítették, és hát amit lehet, meghoztak a múzeumnak.